Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, ez itt látható a képen. Itt a kettes szám felül utal kettőtökre, rád és ő rám. De azt is jelenti a kártya, hogy nincs még meg ez a bizalom. Vannak félelmek és bizonytalanságok. Én úgy érzem, hogy ez nem az ő félelme, ő nem bizonytalan, hanem úgy érzi, úgy gondolja, hogy te nem bízol meg benne. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre, de itt szomorúságról és könnyekről van szó, hiszen ez a kártya szimbolizálja a könnyeknek a mezeit. Vagy te hagyod ezt el, és meg lesz újra a bizalom, és ő ezt érzi belülről, vagy lehet az ő tartása, hogy ő akar lezárni bizonyos dolgokat, ami eddig elszomorította, lezárja a múltját. És a harmadik kérdés, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt a nap jelenti azt, hogy látni akar téged. Azon kívül szeretne veled valamit tisztázni. Mégpedig azt, hogy megbízhatsz benne, hiszen ő kimondja a valóságot, és a gyermek utal az ő ártatlanságára. Amit a gyermek még jelent ezen a kártyán, ez egy új irány, ez egy új kezdet. Mi köt össze benneteket? Itt látható az erő, ez az élet erő. Jelentheti azt, hogy te adsz erőt számára, vagy fordítva, hogy ő erősít téged, de ez az erő jelenti a belső erőt, a belső hitet is. Hinni kell ebben a párkapcsolatban, hiszen a fa mutatja azt, hogy stabil. Itt le tudtok gyökerezni, eléritek a célokat. De ez egy lassú folyamat, mire ez a fa gyümölcsözni fog. De jó irányban haladtok. Amint a fa még jelent szimbolikusan, ez a gyógyító erő, itt javul a helyzet. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgoztok, és itt egészségügyi témákról is szó lehet, tehát munkahelyi témákról. Akkor itt a kettes szám egy szerződést jelent, a gyermek egy új kezdetet, és ez a kép jelentheti azt is, hogy lezártok valamit a munkahelyet illetően. A kártyák kihatnak a párkapcsolatra, de ha ezen a területen dolgoztok, akkor mutatja a munkahelyi helyzetet is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!